Visszaértünk Barcelonába, hoztunk ajándékot Dorkának, itt van, paprikatartó. Arra gondoltunk, hogy ez Dorkának megfelelő ajándék lesz Amsterdamból. Nagyon kivételes dolog, mert általában senkinek nem szoktunk semmit hozni, de ezt elhoztuk Dorkának. Így néz ki, igaziból. Paprikatartó. Dorka, fogad szeretettel, remélem használni is fogod. Nem üres kézzel jöttünk haza. Hello Dorka, rég nem láttalak. Boldog szülnapot, sajnálom. Hoztam neked egy amsterdami ajándékot, de ez most akkor átvált az ucsi napi ajándékra is részeről. Két legyet ütöttem egy csapásra. Ez az amsterdami. Igen. És érdekes módon ennek közel lesz a születésnapokhoz is, ugyanis Amsterdamnak a város jele az három darab X. Tudod? Itt van XXX. És ez, kérlek szépen, ezt nem veszem elő. Ez nem az, amire gondolsz, ez egy sótartókon lehet használni. Meg az ajándék, hogy Love from Amsterdam. Végre. Gazdához került a paprikatartó. Bors tartó. Pedig ezt meg kell mutassuk a többieknek is, mert... 3X a 30 év Dorka színhatáról. Tessék, szeretettel. Köszönöm szépen, használd egészséggel, milyen szándék szerint gondolod. És nézzük ezt a videót, ugye? Adam, nagyon kikapcsolódott. Hello. Kérlek szépen, nem sokkal megy egy Pentax, ez Stanko adta nekem, Stanko is László, köszönöm szépen. Nem kell minden perfekt legyen, ezt én mondom a kódos, egyezitek meg. Nádi most bemutatja, hogy kell enni a vendéglőben a legdurvább, legbrutálisabb, legcsípősebb szószt. Show me Nádi! Öntözd meg a büdös rákot, Jesus Christ! Milyen? Mesélj! Finom, nem annyira csíp a szósz. Ez a tuti halál. Dorka? Szeretnék kérdezni valamit tőled. Van rajtad melltartó? Igen. Van, igen, nyilván. Hát magát f***nak, hogy nem állítsz. Ez volt a Rosa Negra mexikai étterem Barcelonában. Remélem tetszett. És így búcsúzóul szeretném, hogy a fiúknak, akik nézik ezt a műsort, mondtad-e ki ilyen? Gondolsz-e? Dorka is átépett 29-ből 30-ba. Most már előveti a bors tartót. Happy birthday to you. Azért ne szálljon ki a... Jó, tapsi.